Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, virágvasárnap van, Urunk jeruzsálemi bevonulásának az ünnepe. Ezen a napon most szeretettel köszöntjük a híveket, akik otthonaikban a tévé képernyője előtt kísérik figyelemmel a szertartást. Kérjük, hogy a Szentlélek Úristen nyissa meg szívünket, hogy Jézus arcát szemlélve mi magunk is tudjunk változni, és tudjunk Jézusivá válni. Kedves testvérek, a nagybőjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jó cselekedetekkel előkészítettük. Ma azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és feltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor fölment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezzünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról. Lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy feltámadásának és örök életének is részesei lehessünk. Könyörögünk! Mindenható örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat. Hogy mi, akik most törvendezve lépünk Krisztus király nyomába, ő általa egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor Jeruzsálemhez közeledve az olajfák hegyére, Betfagéba értek, Jézus elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal. Menjetek előre a szemközti faluba. Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, és vele csikóját. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mindjárt elengedi őket. Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta jövendőlt. Mondjátok meg Sion leányának, íme a királyod érkezik hozzád, szelíden, szamárháton ülve, egy teherhordó állat csikóján. A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és a csikóját, letakarták ruháikkal, ő pedig felült rá. A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták.
Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltott: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsanna a magasságban! Amikor betért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették, ki ez? A tömeg ezt felelte: ő a próféta, Jézus, a galileai Názáretből. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Testvéreim, most kövessük Jézust és az ünneplő jeruzsálemi népet, induljunk békével! Könyörögünk! Mindenható örök Isten, üdvözítünk, példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött, és vállalta a kereszthalált. Segíts jóságosan, hogy kín szenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk a feltámadásban, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Izajás így jövendőlt a megváltóról. Ezt mondja az Úr szolgája: Isten az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy ráhallgassak, mint a tanítványok. Isten az Úr nyitotta meg fülemet, s én nem álltam ellen,
és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköbdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Aki csak rám néz, mint kinevet, elhozza száját, fejét csóváljon. Az Úrban remélt, hát mentse meg, ha szereti őt, szabadítsa meg. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Elosztják maguk közt ruhámat, és köntösömre sorsot vetnek. Te azonban ne maradj távol, erősségem, siess és segíts. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Szent lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten az Istennel való egyenlőséget, nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágon, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje. És Istennek legyen hála. Krisztus, engedelmes volt értünk, mint halálig, a kereszt halálig. Krisztus, engedelmes volt értünk, mint halálig, azért fölmagasztalta őt az Isten, és nevet adott néki, mely fölötte van minden névnek. Krisztus, engedelmes volt értünk, a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Szent Máté evangélista szerint. Miután a papi fejedelmek és írástudók már kora reggel ítéletet hoztak Jézus ellen, megkötözve elvezették és átadták Poncius Pilátus helytartónak. A helytartó megkérdezte tőlük: Te vagy a zsidók királya?
Jézus így válaszolt: Én vagyok. A főpapok és a vének vádaskodására azonban semmit sem felelt. Erre Pilátus így szólt hozzá: Nem hallod? Mi minden elvádolnak meg téged? De ő egyetlen vádjukra sem felelt, és ez igen meglepte a helytartót. Szokásban volt, hogy az ünnep napján a helytartó szabadon bocsásson egy rabot a nép kívánsága szerint. Volt akkor egy hírhet rabjuk, Barrabásnak hívták. Az egybe gyűlteket tehát Pilátus megkérdezte: Kit akartok, hogy elbocsássak nektek? Barabbást vagy Jézust? Kit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy irítségből hozták eléje. Miközben ott ült bírói székében, felesége ezt az üzenetet küldte neki: Semmi dolgod ne legyen azzal az igaz emberrel. Ma álmomban sokat szenvedtem miatta. A főpapok és a vének azonban rábeszélték a népet, hogy Barrabást kérjék ki, Jézust pedig hagyják elveszni. A helytartó tehát megkérdezte tőlük: Mit akartok? Melyiket bocsássam el a kettő közül néktek? Ám azok így kiáltották: Barrabást. Pilátus tovább kérdezte: Mit tegyek tehát Jézussal, kit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan azt kiáltották: Keresztre véve. A helytartó újból kérdezte: De hát mi rosszat művelt? Azok még erősebben kiáltozták: Keresztre véle. Pilátus látta, hogy semmire sem megy, sőt, még nagyobb zajongást támad, vizet hozatott, megmosta kezét a nép előtt, és így szólt: Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vérétől, ti lássátok. Erre az egész nép így kiáltozott: Az ő vére mi rajtunk és gyermekeinken. Pilátus akkor szabadon bocsátotta Barrabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. A helytartó katonái ezután bevitték Jézust a helytartóságra, köréje gyűjtötték az egész csapatot, levetkőztették, és bíbor színű köpenyt adtak rája. Majd tövisből koronát fontak, és a fejére tették, és nátszálat adtak a kezébe. Aztán térdet hajtván előtte e szavakkal csúfolták: Üdvözlégy, zsidó királya! Közben leköbdösték, és fogva a nádat fejére vertek. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a köpenyt, és ráadták a saját ruháit, aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. Miközben kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel, azt kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét. Eljutottak arra a helyre, amelynek Golgota a neve, vagyis Koponahegy a neve, ott epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem akarta meginni. Azután keresztre feszítették, és sorshúzással megosztoztak ruháin. Így beteljesedett, amit a próféta jövendőlt, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Majd odaültek, és őrizték Jézust. Feje fölé táblát is tettek, és ráírták a vétkét: Ez Jézus, a zsidó királya. Vele együtt keresztre feszítettek két rablót is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Az arra járók káromolták őt, és fejüket csóválva mondogatták: Te, aki lerontod az Isten templomát, és harmadnapra fölépíted, hát szabadítsd meg magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Ugyanígy a főpapok is az írástudókkal és a vénekkel együtt
gúnyolódva mondták. Másokat megmentett, de ő magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk neki. Az Istenben bízott, mentse meg most, ha akarja, mert azt mondotta, hogy Isten fia vagyok. Ugyanígy szidalmazták őt a vele együtt megfeszített rablók is. Déltől kezdve pedig délután 3 óráig sötétség támadt az egész földön. Délután 3 óratájban Jézus felkiáltott nagy szóval. Éli, éli, láma szabaktáni. Ez magyarul így hangzik. Én Istenem, miért hagytál el engem? Az ott állók közül néhányan hallották, és így szóltak. Ez illést hívja. Az egyik mindjárt odafutott, és ecetbe mártott szivacsot nádra tűzve inni adott neki. A többiek azonban így szóltak. Hadd el, lássuk, eljön-e illés, hogy megszabadítsa. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom függönye ekkor szétszakadt, felülről egészen az aljáig. A föld megrendült, a sziklák megrepedtek, a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek teste feltámadt. A feltámadás után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és többeknek megjelentek. A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a történtek láttára igen megijedtek, és azt mondták. Ez valóban Isten fia volt. Krisztusban, kedves testvérek! Nehéz ilyenkor megszólalni, hiszen Jézus szenvedés története magáért beszél. Mégis 2 gondolatot szabad legyen felvetni, melyen elgondolkodhatunk egy kicsit. Karácsonynak és húsvétnak a titkát őrzi egy csodálatos lény, a szamár. A szamár, amely ott van a betlehemi istállóban, leheletével melegíti Jézust, és amely aztán segít abban, hogy Jézus elmenekülhesse Heródes pribékjei elől. És most megint ott van ez a kis kedves, a gyerekek számára oly kedves, szürke állat, azért, hogy Jézus beteljesíthesse a proféciát a messiásról, amely szamár háton vonul be a szent városba.
Mit tanulhatunk mi ettől a kedves kis állattól? Jó volna, ha mi is tudnánk ilyen alázatosak lenni, akik Jézust hordozzák. Nagy dolog az Urat hordozni. És tulajdonképpen ez a mi feladatunk. Hogy Jézus oda menjen rajtunk, általunk, ahova ő akar. Hogy ne mi mondjuk meg a tutit mindenkinek, hanem engedjük, hogy Jézus mondja meg általunk. Jézus jelen, legyen jelen általunk. Ez a szamár titka. És jó volna, hogyha ezt a titkot mi is tudnánk saját magunkban őrizni és megvalósítani. A másik dolog, amire gondolhatunk, hogy Jézus jeruzsálemi bevonulásakor a gyerekek öntudatlanul is Jézust messiásként köszöntik. Hozsanna Dávid fiának. Ezt éneklik. És a tömeg átveszi tőlük ezt a köszöntést, és ő is üdvözli ezekkel a szavakkal Jézust. De most hallottuk a passiót, a szenvedés történetet. Pár nap múlva ugyanaz a tömeg, mert pár nap alatt nem cserélődött ki Jeruzsálem lakossága, már nem hozsannát kiált, hanem hallottuk, azt üvölti, hogy keresztre vele. Fellép a tömegpszichózis hatása. És azok az emberek, akik nem voltak se rosszabbak, se jobbak, mint mi vagyunk, azok az emberek, akik Jézust Dávid fiának ismerték el, ugyanazok most a halálát kívánják. Mert ilyen az ember, megvezettethető, és bizony látjuk, hogy napjainkban is mennyire igaz ez a megállapítás. Ebben az egész hajcihőben, felfordulásban egy valaki marad mindig ugyanolyan. Szelíd, alázatos szívű és szerető. Az Isten fia, Jézus Krisztus. Ő ekkor sem bánja meg, hogy emberré lett. Ő az egyetlen, aki tudatosan ráfekszik a keresztre. Rengeteg embert feszítettek keresztre a történelem folyamán. De az ő vállukra úgy adták rá a keresztet. Erőszakkal. Jézus önként feküdt a keresztre. Értünk.
Azért, mert mi emberek olyanok vagyunk, ahogy az előbb hallottuk. A mi bűneinkért, azért, mert olyan nehezen tudjuk odaadni magunkat a szeretetnek. Meg akarjuk tartani magunkat, mi birtokolni akarunk. Jézus adni akar. Szeretetet, jóságot. És minket is arra hív, hogy mi is legyünk ennek a magatartás formának a képviselői, az odaadásnak. Merjük magunkat odaadni a szeretetben Istennek, egymásnak. Mert ezáltal változik a világ. Ezáltal lesz a nyomorúságból, a kegyetlenségből irgalom, szeretet. Úgy induljunk el ennek a nagy hétnek, amely most különösen is nagyon fájdalmas, amiatt, hogy üres templomokban tartjuk, hogy tudjuk magunkat odaadni Jézusnak. Hogy ő legyen az, aki átalakítja a megtöredezett szívünket, aki egészé alkot minket, aki megtanít minket a valódi önátadásra, a valódi szeretetre. Most álljunk fel, és valljuk meg a Szent Háromságos Egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy megváltó királyunkhoz mindenkor hűségesek maradjunk. Urunk, ismerje fel minden ember, hogy önfeláldozó szenvedésed árán váltottál meg bennünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tedd készségessé egyházad tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Keresztedből fakadjon béke és egyetértés minden nép számára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Egyesíts szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel, hogy egyek lehessünk veled a mennyei boldogságban is. Kérünk téged, hallgass meg minket. Megváltó kereszthalálod által adj örök életet az elhunyt híveknek.
kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te vonakodás nélkül vállaltad a kereszt halál gyötrelmét néped üdvösségéért. Taníts meg minket az áldozatos szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségben, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mi Urunk Jézus Krisztus előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, egyszülött fiat szenvedése, engeszteljen ki téged irántunk, és amit cselekedeteinkkel nem tudunk kiérdemelni, ennek a végtelen értékű áldozatnak érdeméből adja meg nekünk a te irgalmad, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Bár ő maga semmit sem vétett, az ítélet ártatlanul érte, a bűnösökért mégis szenvedést vállalt, az ő halála bűneinket elvette, feltámadása, megigazulást adott nekünk. Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok, hangos szóval hirdetik, és vég nélkül zengik. Menjen is a földet.
valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz, és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálát hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amivel eljössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentel, örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, minden szenteddel együtt. Az ő közbeni járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és János püspökünket,
a püspökök testületét, a papságot, s egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan, ha a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhuny testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedből költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökön örökké. Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Mennyei jeledellel tápláltál minket, Istenünk, könyörögve kérünk, hogy akik szent fiat halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, feltámadásának erejéből eljuthassunk oda, ahová törekszünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen áldása. See you.